Megtartották az első családi egészségnapot a székesfehérvári Ciszterci Szent István gimnáziumban. A délután folyamán tartalmas programok várták a diákokat és szüleiket egyaránt. A jelenlévő szakemberek egyebek mellett belgyógyászati tanácsadással, vérnyomás és vércukorszintméréssel, koleszterinszint meghatározással, életmentő bemutatókkal, táplálkozási tanácsadással, aerobikkal és különböző szabadtéri programokkal készültek az érdeklődők számára. Legfontosabb mindannyiunk számára, hogy szűrőprogramokon részt vegyünk, és betegségeket előzzünk meg. Tegyünk meg mindent az egészségünkért, kapjunk visszajelzést a testünk állapotáról időnként is, rendszeresen is, és nagyon-nagyon jó dolognak tartom, hogy az iskola is elkezdte ezt a tevékenységet, és a diákok nagyon érdeklődnek, a szülők is és a tanárok is érdeklődéssel fordulnak a programok felé, mindenki szívesen elbeszélget a mért értékekről, és a visszajelzésekkel, meg tanácsot is tudunk adni, hogy merre kell fordulni, mire érdemes gondolni, mozgásra, táplálkozásra. Az intézmény tanulói számos érdekes és hasznos programmal találkozhattak a rendezvényen, az egyik ilyen a Magyar Gyermekmentő Alapítvány bemutatója volt. A diákoknak is meg tudjuk tanítani azt, hogy bizonyos helyzetekben hogyan tudnak segíteni egymásnak vagy másik embertársuknak. Mindennapi előforduló olyan állapotokról beszélünk, például, hogyha félre nyel valaki, akkor mit kell tenni. Nagyon sok olyan műfogást hozunk a múltból, ami nem megfelelő, és ezeket tanítjuk itt meg a gyerekeknek, vagy az újraélesztés lépéseit, hiszen az a laikusok kezében van, amíg érkezik a mentő. Az első ciszteres családi egészségnapot az intézmény igazgató helyettese, Alföldiné Balázs Bernadett álmodta meg, azt azonban álmában sem gondolta volna, hogy ekkora lesz az érdeklődés az eseményen. Én ezt már megálmodtam a Covid időszak előtt, tehát már 3 éve várok a lehetőségre, hogy egy ilyen kiterjedtebb délutánt, ami az egészségről szól, hogy tudjunk szervezni, de ugye akkor 2 évig tulajdonképpen a pandémia miatt nem tudtuk ezt megtenni, tavaly pedig az építkezésünk nem adott erre lehetőséget, mert nem volt helyünk, és most ebben a csodálatosan megújult iskola épületben gondoltuk, hogy akkor itt az idő, itt az alkalom, és így a nagy hét előtti pénteken egy kicsit ez az egészségről szól, ez a péntek délután. A sikeres szervezésre és a nagy érdeklődésre való tekintettel szinte egészen biztosak lehetünk abban, hogy nem ez volt az utolsó családi egészségnap a Ciszterci Szent István gimnáziumban.